egy katolikus családba születtem, a szüleimnek nagyon fontos volt a hit, és ezt igyekeztek átadni, két nővérem van. Szüleim annak idején a hitükért olyan értelemben megküzdöttek, hogy édesapámat Mária kongreganista volt, és kirakták a gimnáziumból, Pesten kellett befejezni a tanulmányait, nem mehetett egyetemre sem. Édesanyám pedig, amikor szülés után mindig visszament, mindig lejjebb léptették. Tehát, hogy ilyen szempontból ez nehézség volt, a párból ugye nem akart belépni. Egyetemen alatt egy katolikus kollégiumban, lánykollégiumban laktam, a jezsuitákkal szemben, Mária utcában. Ott már jártam egy olyan közösségbe, amit a Bértesai László atya szervezett. Aztán meghívtak a csütörtöki csoportba a bírópüspökhöz, és oda is jártam. Ahogy véget értek az egyetemi évek, amik alatt a nővérek mindig egy ima hátteret biztosítottak nekünk, ők a kalocsai iskola nővérek voltak, de még a kollégiumból megismertem szintén egy fehérvári lányt, aki elhívott egyszer az egyetemi lelkészség hétvégére, ahol én korábban nem jártam az egyetemi lelkészségre, egy-egy misére eljutottam, de hát a házban is volt Szent Mise szemben, a jezsuitáknál is volt, tehát nem mentem két villamos megállóval odébb ezért. És akkor ezen a hétvégén történt, ez 1999. októberében volt, sokakkal találkoztam, hogy többek között ott volt Miklós is. De akkor mi csak így találkoztunk, és a végén elkérte az e-mail címemet, és aztán elkezdtünk sokat levelezni, e-mailen ismerkedni, ő Budapesten élt, ugye én Fehérváron. Évek teltek el, lejártunk egyetemi lelkészségi hétvégékre, ami nagy, első nagy program volt 2000-ben, Szent Év Róma, ifjúsági világtalálkozó, de már együtt mentünk a lelkészségi busszal. Ugye ő Pestről indult, én Fehérváron szálltam föl többekkel, de már foglalt egy helyet nekem a buszon, tehát ez a jelzésértékű volt, hogy akkor ebből lehet, hogy lesz valami, és akkor sok év levelezés után 2004-ben házasodtunk össze. Én Budapesten születtem, a Ferencvárosban nőttem föl, és ott éltem a szüleimmel, testvéremmel. Nagyon szép és jó évek voltak ott. Általános iskolába jártam, utána pedig a Piarista gimnáziumba. A közösség eléggé korán belépett az életembe, akkor a szüleim elnavigáltak a Regnum Mariannum egy közösségébe, ahol ők közvetlenül nem voltak tagok, de a másolunk a testvérünk egy osztályba jártam, ő viszont igen, az ő szülei is. Nálam ők voltak a hitvallók, az én keresztapám, ennek az osztályosanunk az édesapja, ő a hitért börtönt is szenvedett annak idején. Az egyetemi lelkészség volt egy ilyen pont, amikor második, harmadéves koromban találhattam rá. Voltak közösségek már az értelemben, ezért konkrét lelkészség közösséghez nem csatlakoztam, de az ilyen programokon, mint évente kétszer megrendezett lelkészségi hétvége, oda szívesen elmentem már ismert emberekkel, és egy ilyen lelkészségi hétvégén találkoztunk, amikor már mindketten már elvégeztük az egyetemet, szóval az egyetem alatt nem találkoztunk, és akkor találkoztunk. Először leveleztünk, címet cseréltünk, hát akkor még a mobiltelefon az nem a mindennapi élet része volt, és így alakult egy kvázi távkapcsolatként. Először kacskaringókkal jutottunk el a 2004-es esküvőnkig. Fel is kell készülni a házasságra. Tehát nem magára arra az egy napra, az is nagyon fontos, azt is meg kell szervezni, hanem hogy ez hogyan. Egyrészt az ő nagybátyja a városmajori plébános volt, 50 évig a Lambert Zoltán atya, úgyhogy hozzá is elmentünk egy-két alkalommal beszélgetni. Részt vettünk, az egyetemi lelkészségnek volt egy jegyes oktatása, 6 alkalmas és egy hétvégével zárult kurzus, és úgy gondoltuk, hogy akkor már hallottunk a Családok Jézusban közösségről, és nekik is volt egy egyes iskolájuk, ami viszont egy kicsit alternatíva volt olyan értelemben, hogy egy házas párt jelöltek ki számunkra, akikkel hetente vagy két hetente találkoztunk, egy-egy adott témát adtak, és azt átbeszéltük, és ez nagyon, nagyon hasznos volt, tehát nem a hitünket is lehet, hogy megerősített, de sok gyakorlati kérdés, hogy mit csinálsz akkor, ha és hogyan, a gyerekneveléstől a pénz felhasználás, mi a hobbid, a fontossági sorrendek az életed, tehát nagyon sok kérdést előre tudtunk megbeszélni. Tehát a házasság, mivel nem éltünk mi együtt előtte, ugye ugrásra az ismeretlenbe, a Szentlélek kegyelmével, hogy majd szeretjük egymást, de hát az kevés, de sok mindent azért így ebben a jegyes iskolán révén megtudtunk egymásról, hogy az értékrendünk az nagyon közel áll egymáshoz, és ez nagyon fontos volt.
fontos volt számunkra, hogy ha lehet, akkor az időnket ne az ingázással töltsük, és akkor jött az, hogy lakjunk valahogy egy helyen, lakjunk, éljünk és dolgozzunk. És akkor én léptem a nagyobbat, hogy akkor hát a Biblia értelemben elhagyja apját, anyját és feleségével tart, de azért nem ilyen egyszer, azért megbeszéltük ezt a dolgot, hogy talán ez lenne az egyik megoldás is. Én valóban akkor lakhelyet, életállapotot és munkahelyet is váltottam egyszerre. Ugye ez a Családok Jézusban közösség úgynevezett csékes hétvégéken, lelki gyakorlatokon, mindenféle, ugye sokszor ugyanazt halljuk, de sose elégszel, hogyha volt először, hogy a kommunikáció milyen fontos. Ezt érkezőben azt gondolná egy fiatal pár, hogy állandóan beszélgettünk, akkor miért kell erről beszélni? Hát most már azért tudjuk, hogy azért miért kell erről beszélni, mert nagyon könnyen elsikkadunk. Ugye a team munka az nagyon megy, hiszen most ezt kell befizetni, azt kell aláírni, visszaküldeni, melyik gyerek hova ment, mit kell becsomagolni, ez nagyon megy, és ez fönntartja ideig ugye a mókuskereket, de ez kevés lesz ahhoz, hogy házaspárként tudjunk funkcionálni. És ezt újra és újra elő kell venni, mert nagyon könnyen elveszünk abban, hogy csak ezeket csináljuk. És újra nekiveselkedünk annak, hogy megkeressük a már tanult dolgokat, miszerint, hogy hetente egy estét meg kéne próbálni saját magunknak kipréselni a napi rendünkből, amikor nem azt beszéljük meg, hogy akkor mi volt a szülő értekezleten, hanem hogy másik mit gondol. Ez most is és mindig is nagyon nehéz, mert elsodor minket is az élet, és mindig vissza kell találnunk. Azt vesszük észre, hogyha valahol gond van, az valamiért morcosabbak vagyunk, hát kicsit ingerültebben reagálunk másokra, vagy a saját gyerekeinkre, akkor itt van elásva a dolog, hogy valamit valahol ezt elvesztettük, és nem kommunikálunk például jó Istennel sem eleget, vagy együtt a jó Istennel, hogy nem adunk neki elég időt, hogy behozzuk őt újra az életünkbe. Egymásra nem adtunk egymásnak időt, és ugye akár ugye az a háromlábú szék, ez a kommunikáció, amikor ugye, ahogy Judit is mondta, van a egymással történő úgymond verbális kommunikáció, az Istennel történő transzcendentális, vertikális kommunikáció, és van egy testi kommunikáció, hogy a szexualitásnak is működnie kell. És mint tudjuk, a háromlábú szék az nem fog földölni, csak éppen kicsit billegni fog, vagy sánta lesz, hogyha valamelyiket kihagyjuk. Vagy kevésbé figyelünk oda rá, és hát lássuk be, azért a háromlábú szék is úgy néz ki jól, hogyha minden lába egyforma, egyformán jól csináljuk is. És ha valamelyik lábával gond volt, és gond lesz, akkor mindig meg kell kerestünk, hogy valamit meg kell javítani. Nagyon jó keresztény családban él, és nagyon jó a közösség megtartó ereje, nekem ez nagyon. Tehát, hogy egymást tudjuk segíteni, hasonló gondokkal, nehézségekkel küzdünk. Tehát a Mécsben is ezt látom, a Regnumos közösségben is hasonló. Kinek hogyan, mint a gyerekével ilyen gond van, vagy bármi házasságával, és megosztjuk őszintén egymással, hogy gondok vannak, nem csak mindig örömök, és nem mindig süt a nap, de felhők fölött mindig kék az ég, és tudunk egymásért imádkozni, imaszándékokat kérni a közösségben, tehát ezért jó nekem keresztény családban élni. Nem tudom, milyen másképp nem keresztény családban élni, valahogy nem tudom, hogy másképp hogy lehetne sok mindent kibírni. Kamasz és kamaszodó gyerekeink vannak, szóval akik ilyen gyerekeket emelnek, nem nehéz bemutatni, hogy milyen körülmények között és esetleg hangerő szinttel lehet élni az életünket. És hát nagyon könnyen okozunk sebet, meg kapunk is. Nem tudom, hogy másképp hogy menne, és hogyan tudnék az ilyen elkedvetlenedett helyzetekből újra fölkelni, hogyha ez nem lenne. Folyamatosan érzem a kegyelem áradását, a családunkon, áldáson úgy érzem. Lehet, hogy vannak ugyanúgy nehézségek a gyerekekkel, ilyen-olyan gondok, náluk is vannak veszekedések, viták, harcok, egészséges kamaszok között, de mégis a Jóisten útmutatása szerint igyekszünk példát mutatni. Alapvetően én már nem szeretek velük beszélgetek természetesen, de nem prédikálok, tehát hogy példát mutatni, hogy mit kell, vagy hogy kell csinálni. Ezért nem kötelező nálunk például az estíma, tehát furcsa, hogy egy keresztény családban ez már nem kötelező, lehetséges, mi imádkozunk. Persze étkezés előtt igen, meg után. Nagyon örülünk, ha együtt eljutunk Szentmisére,
ez már nagyon furcsán alakult, még ketten járunk alapvetően szentmisére együtt, és a gyerekek külön délutánonként az iskolai misére szeretnek menni, és oda együtt mennek. Illetve ők is be vannak osztva egy havi táblázatba, hogy amikor ők vezetik, tehát hogy előre meg van határozva, hogy a vesperás lesz, rózsafűzér, lehet persze cserélni, de hogy most evangéliumot olvasunk, vagy mi a feladat. Hálanaplót próbálunk egyébként most így majd vezettetni velük, hogy mindig, hogy miért vagyunk hálásak, hogy mennyi jó dolog van, és hogy minek lehet örülni, és ezt próbáljuk, még ha egy kamasznál ez néha nem is könnyű, hogy köszönöm ezt, köszönöm azt, hálás vagyok azért, tehát ezeket tanítjuk. Hit nélkül nem tudok élni. Nekem ez nagyon-nagyon fontos vasárnap, hogy eljussak, és szent áldozás, és most az Exodus óta, ami sokat hozzátett, illetve korábban is én jártam lelki gyakorlatokra, eddig is, meg folytatom is női lelki gyakorlatokra, vagy akár online női lelki gyakorlatra. Mindig megerősítést kapok, ha ellankadok, akkor megerősít, de nekem visszatérve erre a vasárnapi szent áldozás, tehát ha nincsen a megerősítés, akkor nem tudom, úgy érzem végigcsinálni a következő napok nehézségeit. Jó Isten mindig felemel, a tenyerén hordoz, én ezt nagyon érzem a munkámban, a betegeimen keresztül, tehát hogy egy eszköz vagyok a kezébe, aki csak így lámpást tart és segíteni próbál rajtuk. Nagyon örülök annak, hogy amit kaptam otthon, és a hívő családnak a szeretetét, az megmaradt. Nem kallódtam el, szerencsére. Nekem is ugye azért föl kellett menni és egy felnőtt hitet magamévá tenni, és én azt gondolom, hogy magánzóként ez nem ment volna, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy közösségeket kaptam. Nem is tudom másképp elképzelni azt, hogy hogyan lehet megmaradni egyedül egy úton, az elvileg elképzelt jó úton. És természetesen én is sokszor hullámoztam abban, hogy érzem magam a bőrömben, jól vagyok-e, vagy éppen mennyien bántottak meg. Hát akár esetleg a családban is, ugye itt is jön az adókapok, és nem mindig, ugye ott, ahol a legközelebb családtagok vannak, ott tudjuk egymást leginkább megbántani. És hát nagyon örültem neki, hogy föl tudok kelni ezekből a helyzetekből, a megerősítő szentségekkel, vagy egyre több időt tudok tölteni szentségimádással, vagy keresni ezeket az alkalmakat, hogy hát erőt merítsek, mert úgy érzem, hogy kevés lennék hozzá, akár egy családot egyben tartani, meg egy házasságot is fenntartani. Nagyon csodálom az enélkül működő házasságokat, de nem tudom, hogy menne nélküle. Az esküvői meghívóra egy Vörös Sándor idézetet vettünk, amiből két sor volt csak ott, ez hosszabban áll, ahhoz kell fontos. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben, hiányosságon váljék jóságá benned. És ez sokszor megírhat, hogy mi megosztjuk egymással az örömeinket, és a nehézségeket is, és az pedig átalakul jó irányba.